Sziasztok és üdvözlök mindenkit egy újabb részben. Mint láthatjátok, itt áll mögöttem újonc, és a szemfüleseknek feltűnhetett, hogy valami jelentős nagysággal bíró kiegészítő hiányzik újonc seggéről. Na hát ennek nagyon egyszerű oka van, a mai videó témája, plusz az, hogy a napokban műszakizott az autó, és átment. De, hogyha már az OPC szárny jelenleg nem foglal helyet a csomagtér ajtón, ahova eredetileg is tervezték, gondoltam, hogy megcsinálok egy olyan átalakítást, ami többőtöknek megosztó lehet, és már előre látom a komment szekcióba, hogy hát ezt nem szabad, meg ilyet nem lehetne. Mindenki nyugodjon a fenébe, amit most fogok csinálni, 10 perc alatt visszaalakítható. Na jó, 15. Több külföldi YouTube csatornánál, autós tartalmú YouTube csatornánál láttam ezt az átalakítást, sőt szerintem itthon is van jó pár ember, aki már megcsinálta. Ez pedig az úgynevezett Wiper Delete lesz. Nem az a Wiper, nem az a Wiper. Úgyhogy nézzük is meg, hogy miről lenne szó. Még annó a nagy AliExpress-es vásárlásaim közepette, ez most már egy körülbelül éve volt, szembe jött velem egy termék, miután láttam a külföldi youtubereknél ezeket a videókat, és hát gondoltam beinvestálok rá. Na most hát gondolhatjátok, hogy nem volt egy drága termék, meg hát nyilván free shippinggel rendeltem, mert hát because Hungary. Ez az úgynevezett Wiper Delete készlet. Ez azt a célt hivatott szolgálni, hogy a hátsó ablaktörlőt úgymond lefalazod. Na most nyilván ennek a hivatalos módja az, hogy karosszériás behegeszti, igénytelen módon begitteled, lecsiszolod, lefested, de ez egy visszaalakítható átalakítás. Az a lényege, hogy a hátsó ablaktörlőt eltüntetjük, és nem hagyunk a helyén egy kurva nagy lyukat. De nézzük meg akkor, hogy miből is áll ez a szett. Gyakorlatilag ennyiből áll a szettünk. Mint látjátok, vannak hozzá tömítőgyűrűk, tehát ergo, hogyha a lyuk helyére berakod a falazást, ne folyjon be a víz. Egy ellendarab és egy külső burkolat. Igen, próbáltam újonc színét eltalálni, hát nem igazán sikerült, mondjuk az AliExpress-en felsorolt variációk közül még ez volt a leghasonlóbb, de hát igen. És természetesen annyira felkészült vagyok, hogy nincs a garázsban jelenleg újonc színem. Úgyhogy első körben így fog maradni, de majd szerzek festéket és akkor lefújom a kocsi színére. Na hát ezt a szettet kéne nekünk beinstalálnunk. És mint kitalálhattátok, tőle búcsút intünk, inkluzív az ablaktörlő motorra. Úgyhogy kezdjünk is neki. Magát a hátsó ablaktörlőt nem egy nagy történet eltávolítani. Elsőnek eltüntetjük ezt a burkolatot. Igen, és mint látjátok, nem mostanában volt leszedve ez a csavar. Ezt másfél éve cseréltem a hátsó ablaktörlő lapátot, mint a belseje is mutatja, nem az elmúlt napokban volt szétszedve. Ha valakit esetleg érdekel, ott bent van az a két fülecske, azt kell kicsit kifeszíteni és le tudod húzni a burkolatot. Maga a csavar eltávolításhoz egy 13-as dugóra lesz szükségünk. Na, relatív könnyen megy. Majd maga a lapátra leszek kíváncsi, hogy mennyire könnyen jön le. Mint mondtam, aha. Hát mondjuk ez nem volt túl vészes. Van rajta ez a kis gumitömítés. Ezt most hirtelen nem tudom, hogy alulról megy át, vagy innen föntről dugták be. De teljesen mindegy, úgyis be kell mennünk a csomagtérbe. Na, hát a következőkben is hozzá kellene férnünk a burkolat alatt található ablaktörlő motorhoz. Magát ezt a burkolatot nagyon egyszerű levenni. A két sarkában van egy-egy csavar, illetve itt a kapaszkodónál, vagy a lehúzónál van egy takaró. Mind a kettő alatt egy-egy szintén T20-as Torx található. Azt levesszük és feltételezem, utána már csak bolhák tartják. És persze első körben ezt leengedjük. Így is csinálva magunknak egy kis polcot. És mint mondtam, T20-as.
bocsánat, egy nagyon fontos dolog, ezt most vettem én is észre, amiből beleakasztjuk a kalaptartónak a, hát nevezzük madzagját, itt is van kettő darab T20-as torszcsavar, úgyhogy ezeket is ki fogjuk lazítani. És tessék, egy burkolat. Na, és hogyha valaki kíváncsi lett volna, hogy mi is van a csomagtér ajtajában, vagyis hát a burkolat alatt, tessék, ez egy ablaktörlő motor, itt van a csomagtérnyitó szerkezeted, tehát amikor te a központi zárra kinyitod, ez a motor húzza-nyitja a csomagtér záradat. Tehát ha nem működik esetleg a csomagtér ajtódon a zár, akkor ezt a motort érdemes első körben megnézni. Nagy látnivaló igazából nincs. Itt üres minden. Nekünk ez a motor kellene. Hát G. Strauss híven e-tors csavarokat fogunk találni, mégpedig hármat. Egy, kettő. Hol a harmadik? Itt. Harmadik, ezt leoldjuk, illetve az elektromos tekkert is leoldjuk, és elvileg az egész motort ki tudjuk emelni a helyéről. Na, hát én ennek gyorsan nekiállok. Már be is készítettem speckó szerszámot, E8-as. És akkor cuppanjunk neki. Na hát mindenki testi épsége, illetve inkább az én mentális épségem érdekében inkább úgy döntöttem, hogy kivettem az árat innen a helyéről, úgyhogy ott van egy hello look, das ist zár. És akkor így talán lesz annyi helyem, hogy ki tudjam forgatni az ablaktörlő motort a helyéről, ugyanis amíg ez a zár itt fityegett a helyén, addig ez kicsit útba volt neki, hogy én ezt itt leoldom, és kifordítom a helyéről. Igen, ugye ezek a zsinegek is kicsit útba vannak, de így most már talán minden rendben lesz. Csodás dolgok ezek. Igen, és mielőtt valaki megkérdezni a zárat, ide a... Itt fogja kettő darab 8-as csavar. És közben találtam egy potyautast is. Ez így lepottyant. Hello. Amikor elfelejtett, hogy kivetted az árat a csomagtérajtóból, és lecsukod a csomagtérajtót. Hülye gyerek! Hülye gyerek! Na és jól gondoltam, az ablaktörlő kar körül csak egy ilyen kis gumidugó van. Úgyhogy, hello, look! Lehet, hogy hazudtam a videó elején, és mondjuk egy 20 perc kell a visszaalakításhoz. Igen, ez egy ablaktörlő motor, meg minden jóság. Na, de próbáljuk be, hogy egyáltalán jó cuccot vettem-e. Természetesen miatt mindent összerakok, itt azért kicsit megpucorkálom. Ez most még úgyis csak a teszt fázis. De ugye ő lenne a takaróelemünk. Na, de nézz. Jó, nyilván mondom, színválasztás. Tökre hülyén néz ki, majd le lesz festve. De a lyukat eltakarja. És ugye az alapkoncepció az az egészbe, hogy ő bemegy, ő megkapja ezt a kis menetes szárat, amit biztosítottak hozzá, és alulról pedig ellentartunk neki. És nyilván rakunk közé tömítést. És hogyha hátulról megfogtuk, akkor anya csavarra berögzítjük. Ennyi az egész. És gyakorlatilag ennyi. A wiper delete. Na, én ezt gyorsan megtakarom. Ezt beinstalálom. És akkor utána megnézzük, hogy hogy néz ki. Ja, és még egy fontos dolog. Lehet, hogy akkor már az Opel jelet is eltüntetem, ha már itt vagyok. Ugye... Az Opel jellel az a gond, hogy a hőpisztolyos megoldás azért nem működik, bár most arra lehet, hogy szarni fogok, mert ezek a jelek már úgy vannak fölrakva, hogy van, hát, tehát nem csak ragasztva vannak körbe, hanem van bennük egy úgymond központosító. Tehát ugye amikor a gyárba kifúrják a karosszériát, hagynak egy lyukat, és az embléma hátulján pedig van egy kiálló kis rész, ami beleilleszkedik a lyukba, hogy tudják hova kell pozícionálni a jelet. Az a luk most átmenetileg lehet, hogy ott fog maradni.
Na, hát srácok, hát befejezetnek tekintem a műveletet. Mint mondtam, pár perc alatt, idézőjelben pár perc alatt visszaalakítható, valakinek nem tetszik. Nekem így sokkal steltesebb, és természetesen azt majd még le fogom festeni színre. Azért így cleanebb. Úgy sem használom a hátsó ablaktörlőt. Igen, és leszettem az Opel jelet is, hogyha már ott voltam. Nyilván a két lyuk még ott maradt, majd valamit kitalálok rá, hogy eltüntessem. Még egy dolgot azért kipróbálok, bár ezt akkor kellett volna, amikor még nem volt a burkolat. Hogy a zár működik-e. Nice. És hát, hogy szokták mondani a menő gyerekek? Weight reduction, bro. Na, srácok, ez az átalakítás is úgymond befejezetnek tekinthető. Természetesen tisztában vagyok vele, és ezt általában azokon az autókon szokták megcsinálni, ahol a hátsó szélvédőből jön ki az ablaktörlő. Oda raknak ugyanilyen kis falazó kittet, ami fekete színű, és akkor beleolvad a hátsó ablakba. Igen, tehát ez ilyen 4-es, 5-ös Golfokon talán, ha jól tudom, azon nagyon népszerű ez az átalakítás. Kipróbáltuk újoncon. Meg hát természetesen majd após járaton is egyszer csak, hogyha odaérkezünk. Úgyhogy nem mondom, hogy írjátok meg a véleményeteket, mert mindenki fikázni fog, hogy nem venném le az ablaktörlőt. Mindegy, nekem jobban tetszik. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Amennyibe tetszett, egy like feliratkozást megköszönök. Kommenteket nem. Ilyen jellegű kommenteket. És hát természetesen Facebook, Instagram még mindig rendelkezésetek rá, TikTok még mindig nincs, mert egy buziság, de hogyha szeretnétek, kövessetek be X-en, mert ott is néha posztolgatok, nem tudom minek, de szoktam. Úgyhogy, ja, gondoltam ezt is megmutatom nektek, és a videó végére, vagy a link a leírásba, vagy valahova be fogom rakni nektek, hogy mi ez pontosan, hogy honnan, nyilván AliExpress-en rendeltem, de hogy találjátok meg. Úgyhogy a leírásban ott lesz a link. Na, köszönöm szépen még egyszer, hogy megnéztétek, vigyázzatok magatokra és találkozunk. Sziasztok! Mennyi savat fogok ezért megint kapni? Nem baj, a hátam elbírja.